Na már most csárdás, és aztán most itt van tényleg a vég, úgyhogy is le is jár az idő. Úgyhogy, hogy is mondjam, az, hogy a szó, hogy csárdás, ez is a reformkorban jön létre, 1840-es évek elején, még a forradalom előtt, egy lelkes újságíró, ugye mindig voltak lelkes újságírók, jön Budapestre, és valahol megáll egy falusi csárdánál, ahol éppen bál folyik. És elájul a gyönyörűségtől, hogy mit lát itt, és olyan táncolnak. Feljön Pestre, nem vagyok pontos, vagy a Honderű, vagy a nem tudom melyik lapba, egy fantasztikusan lelkes cikket írt, hogy minden polgár és neméfisúnak úgy kell táncolni, mint ahogy a nép a csárdába táncol, azaz csárdás. Tehát a szó 1840-es évek elején születik meg. Na most minden vidéknek megvan, ne felejtsük el, hogy a 19. században, majd a nagyobb falvakban rengeteg táncmester jár. És mindenfajta nyugati táncokat is tanítanak, németes táncokat, és egyebek, ez keverődik a magyar táncokkal, és minden vidéken létrejön, a táncrendbe bekerül egy új táncforma, azaz a csárdás. És ezt gyűjtjük bárhol, Erdélybe kevésbé, a Párciumba igen, de bent Székelyföldön alig van, nincs, van olyan hely, ahol nincs is csárdás. Nem kell elterjedjen, mert ott létezik a forgatós és ezek a csodálatos páros táncok, tehát nem volt szükséges. Másfajta társas ilyen német táncok, a hétlépés, a porka és ezek terjednek el, ezek is táncmesteri befolyással. Tehát eljutottunk az utolsó pillanatban a folklorizációhoz, a magyar folklorizációban a csárdáshoz. Kérem szépen, nézzük! Palosz! Ez itt Budapestről egy pár lépésre már táncolják. Rendben a magyarországi táncrend, főleg a jelenlegi magyarországi táncrendnek elengedhetetlen része. És most tulajdonképpen búcsúzóul Szatmár megyét nézzük meg, ahol fantasztikus csártás formák vannak, de azért térjünk a szatmári verbunkra is, itt az elején még egy kis szatmári verbunkot, mert nagyon jellegzetes formái, és Szatmárban még a mai napunk is van egy pár család, ahol mint az idősebb, mint táncmester tanítja a fiatalabbnak a táncot,
télen összejönnek egy háznál, és akkor tanítja figuránként. Mikor még a, menjünk tovább egy kicsit a képen, ez a párostánc a régi, ilyen lehetett valahogy a csártását lehet látni. Menjünk még egyen, itt látunk egy mostani csártásformát. Kérem szépen, nagyon érdekes módon, hogy, hogy amikor még a klasszikus verbunk alakul, tehát itt a 19. századról beszélek, leszereltek ezek a legények, ezek a verbúváló legények, hazamentek a faluikba, na most, hogy aki vagy 6-8 évig verbúváló legény volt, akkor mindig kaptak egy kis földecskét, igen ám, de a nótájuk is azt mondja, hogy nem kell kaszálni, kapálni, csak a lányok után járni, meg egyebek, tehát nem volt kedvünk kapálni. A következőt csinálták. Mi baj van? Baj van? Nem te voltál. Kecskemét környékén, Kecskemét környékén van egy, szintén egy feljelentés, egy család feljelentés. Ne nevessenek, mert igaz, hát sajnos. Na, miért most nem ugyan ez folyik? Csak ma karaktergyilkosságnak hívják, azt hiszem, ugye így hívják mindig gondosan. Jó, tehát volt egy kenyeres kis Lajos nevű verbúváló katona, aki nem akarta földecskéjét kapálni, és feljelentik, hogy a legényeknek egy sor kapálás, egy figura tanítás. Még egy sor kapálás, még egy figura tanítás. Tehát a, de a legények nem a saját földjüket kapálták, hanem elmentek verbunkot tanulni. Tehát erről ez létezik. Na most Szatmárban gyönyörűen alakul ki a verbunk, és nagyon-nagyon virtuóz csárdás van. És ezzel elbúcsúzunk a kedves közönségtől. Remélem, hogy a hibáink is szórakoztatóak voltak. Köszönöm szépen!